A gyilkosságról a gyanúsított tett bejelentést a rendőrségre. A helyszínen egy 35 éves férfit találtak holtan, a bejelentőt előállították, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint az ismerősök napközben együtt italoztak. Korábbi sérelmeik miatt nézeteltérés alakult ki közöttük, a dulakodás elfajult, és az elkövető egy késsel nyakon szúrta a sértettet, aki a helyszínen meghalt. A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfi a kihallgatásán nem ismert el tettét. Azt állította, elsőként áldozata lépett fel vele szemben támadólag. A is nála volt és nem tudja, hogyan keletkezett a sírülése, ismertette a rendőrség. A Pest vármegyei rendőr főkapitánság emberül és büntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a férfival szemben és kezdeményezte letartóztatását.